Közgyűlés után a város anyagi kilátásai, a buszközlekedés és a bérlakásrendszer volt a legfőbb téma. Pedagógus sztrájk. Hétfőn az első két tanórában munkabeszüntetést tartanak az iskolákban, óvodákban. Kompenzáció. Aláírásgyűjtést indított az Éhen-Szombathely Egyesület, hogy a kormány adja meg, ami jár. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Költségvetés módosítás, a város anyagi kilátásai, buszközlekedés, bérlakás program. Ezekről a közgyűlési témákról esett a legtöbb szó az ülést követő sajtótájékoztatókon pénteken. Február 1-től az egyik Vépi úti üzem kérésére elindítják a 3H jelű buszjáratot, elsősorban a dolgozóknak, de az utazó közönség is igénybe veheti, a cég ezt anyagilag is támogatja. Ez jó példa lehet más vállalatok számára is, mondta el Horváth Soma alpolgármester. Szerinte jobb lett a szolgáltatás minősége, vannak ugyan gyerekbetegségek, de a szolgáltató dolgozik a megoldáson. A menetrendet fél év múlva felülvizsgálják. Horváth Attila arra számít, hogy Szombathely idén sem kap kompenzációt, de megoldják a város működését. Ígéreteik közül a minőségi buszközlekedés és parkfenntartás feltételeit már megteremtették, az utak, járdák, hidak felújítását pedig a top plusz források kihasználásával képzelik el. Úgy véli, 1,5-1,8 milliárd forint külső forrásra lehet szükség. Az alpolgármester visszautasította, hogy a szombathelyi óvodákban reális veszély lenne az LMBTQ propaganda, amiről Melega Miklós beszélt a közgyűlésen. Bokányi Adrien példamutatónak nevezte, hogy Nemény András nem fogadja el a polgármesteri illetményemelést. A tanácsnok elmondta, hogy nemzetközi pályázaton indulnak a közösségi bérlakásrendszerrel, mint jó gyakorlattal. Egy másik uniós pályázatban pedig a szociális ellátórendszer fejlesztését célozzák meg, fenntartható közlekedési eszközök használatával. Kampány ihletésűnek nevezte a közgyűlést Illés Károly. A városvezetés a sikereket magáénak érzi, a hibákat azonban az országgyűlési képviselőre hárítja. A Fidesz-KDNP frakció vezetője szerint a város működőképességét mutatja, hogy 2,3 milliárdos többlettel zárta a tavalyi évet. Egyhangulag fogadták el a mozikávézó bérleti díjának halasztásos fizetését. Nem értenek egyet azzal, hogy az önkormányzatnak bérlakásokat kellene építenie, és a kijelölt telkek sem megfelelőek. A Jászai Mari utca már így is telített, a Homok utcai infrastruktúra pedig már nem bír el több lakást. Magasabb lett az iparűzési adóbevétel, mint amire számítottak, jegyezte meg Tóth Kálmán. Az Éhen-Szombathely frakció vezetője szerint nagy baj, hogy felélik az önkormányzati vagyont, de a működés érdekében nincs más választás. Elfogadta a közgyűlés a város önkéntes stratégiáját, emelte ki Németh Ákos. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akinek nincs érvényes hulladékszállítási szerződése, még rendezheti a helyzetét. Hamarosan ugyanis csak a felmatricázott kukákat üríti a szomhull. Kocka Tibor szerint vissza kellene térni a 2013-as önkormányzati törvényhez, amikor még a városoknál voltak az iskolák, több bevételre számíthattak és nem volt szolidaritási adó. Kezdeményezte, hogy a képviselők töltsék fel önéletrajzukat a szombathely.hu-ra, ennek meg is teremtik a feltételeit. Támogatta, hogy közterületet nevezzenek el Wagner András egykori polgármesterről és Göncz Árpád volt köztársasági elnökről. Egyetért a 200 bérlakás építésével, de nem látja a megvalósíthatóság feltételeit. Üdvözölte, hogy előrelépés történt a Gotthárd kastély ügyében. Mindegy, hogy építéssel vagy piaci alapon bővül az önkormányzati bérlakásrendszer, sürgős megoldás kell, mert az utolsó utáni pillanatban vagyunk, mondta Ceglédi Csaba. 120 jövedelemmel és megtakarítással rendelkező család vár felújítandó lakásra, és hosszú a szociálisan rászorultak listája is. Több mint 100 üres lakás van Szombathelyen magántulajdonban, minél többet be kellene vonni a rendszerbe. A képviselő örül, hogy Wagner Andrásról közterületet nevezhetnek el, már a családdal is felvette a kapcsolatot. Azt viszont nem érti, hogy a Fidesz miért nem támogatta, hogy Göncz Árpád is utcanévadó legyen. Megkezdődött az Éhen-Szombathely Egyesület aláírásgyűjtési akciója. Szeretnék elérni, hogy a környező városokhoz hasonlóan Szombathely is kapja meg az őt megillető kormányzati kompenzációt a kieső bevételekért és elvonásokért. Például az iparűzési adó felezése és az évi 300 milliós gépjármű adóbevétel kiesése nagyon hiányzik a költségvetésből, így kevesebb pénz jut utak, járdák, játszóterek, parkolók, óvodák és bölcsődék felújítására.
Az Egyesület nyomást akar gyakorolni a kormányra, hogy szabadon felhasználható kompenzációt kapjon a város. Az aktivisták egy hónapon át gyűjtik az aláírásokat a főtéri gyorsétteremnél, a Domusnál és a piacnál, utóbbi két helyszínen hétvégén is. Azokat a kompenzációkat szeretnénk megkapni, amit más városok is megkaptak. Ez a legegyszerűbb üzenet, azt gondoljuk, hogy semmivel sem vagyunk alacsonyabb rendű állampolgárok itt Szombathelyen, mint mondjuk az alaegerszegiek, a soproniak vagy a győriek. Ők két alkalommal is kaphattak pénzt, ugye 21 májusában és 20 végén karácsonyi ajándéknak apostrofálta akkor a kormány. 1,3-1,4 milliárd forintot kaptak ezek a városok 20 végén. Mi úgy látjuk, hogy nekünk ezek ugyanúgy járnak. Figyelemfelhívó sztrájkot szervez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete hétfőn az első két órában. Napokig bizonytalan volt, hogy megtarthatják-e a munkabeszüntetést, sokáig nem sikerült megegyezni az elégséges szolgáltatásról. A bíróság ma délutáni döntésével a sztrájkbizottságnak adott igazat. A szakszervezetek szeretnék elérni, hogy függesszék fel a tanárok kötelező oltásáról szóló rendeletet. 45%-os béremelést kérnek, továbbá a nem pedagógus munkakörben dolgozók bérének korrekcióját. 24 órában rögzítenék a kötelező óraszámot és a gyermekfelügyeletre fordítható időt is korlátoznák. Vas megyében nagyjából 600 pedagógus vesz részt a sztrájkban, több szombathelyi iskola és 7 óvoda is érintett. Az elégséges szolgáltatás keretében a gyermekfelügyeletet megszervezik az intézményekben. Végül is megjött a bírósági határozat, a két szakszervezetnek adta igazat, és az elégséges szolgáltatás azt szerint fog működni, ahogy a szakszervezet kérte. Nagyon örülünk neki, és biztatjuk a kollégákat, hogy álljanak be, sztrájkoljanak, lesz gyermekfelügyelet mindenképpen. Az lesz az elégséges szolgáltatás, hogy minden intézményben lesz ügyelet. De azért nagyon kérjük a szülőket, hogyha lehet, akkor tartsák otthon a gyereket, legyenek szolidárisak velünk a pedagógusokkal. Lakossági és sajtókérdésekre is válaszolt online fogadóóráján a polgármester. Mutatjuk a Szamária Fórum legfrissebb számának tartalmát. Csőtörés miatt szünetelt a vízszolgáltatás 1000 lakásban. Rövid hírekkel folytatjuk. Élő online fogadóórát tartott Nemény András szerdán a Városhivatalos Facebook oldalán. Elmondta, harcos év lesz az idei, de ha minden úgy alakul, ahogy szeretnék, meg tudják oldani saját erőből a város működését. Szóba került a busz közlekedés, amit több kritika is ért az elmúlt időszakban. A polgármester türelmet kért a lakosságtól, hiszen egy átalakítási időszak sosem egyszerű. Január 25-én 1634 aktív koronavírus fertőzés volt Szombathelyen. Téma volt a Szavária nagyszálló, az egyre drágább beruházások, az oladi parkolási helyzet és a hétfőre tervezett pedagógus sztrájk, ami ha megvalósul, 7 szombathelyi óvodát is érint. A napi munkát helyettesítéssel oldják meg. Hende Csaba több fórumon is kritizálta, hogy az 1,2 milliárd forintos kormányzati támogatásokból tervezett beruházások közül még egyik sem indult el. Nemény András elmondta, folyamatban van a közbeszerzés, a tervezés, ami időbe telik, ráadásul a téli időjárás sem kedvez most a munkának. Értékteremtők. 4 kaptak kitüntetést a Magyar Kultúra Napja alkalmából, ezt hozza címlapján a Szavária Fórum legfrissebb száma. A további tartalomból. Fukarkézzel mért bérkompenzáció. Tudósítás a januári közgyűlésről. Horváth Boldizsár emlékév, a bírói függetlenség megteremtője előtt tisztelgünk. A fogadóra rovatban interjú László Győző alpolgármesterrel. A vidéki oldalakon Dozmati évértékelő, polgármesteri hivatal felújítás Toronyban, épülő óvoda Sében. A sportrovatban arról is olvashatnak, hogy a Haladás VSL játékosa Drót Zoltán lett az év futszálosa. Feltört a víz a Vörösmarty utcában, csőtöréshez riasztották a vasi víz szakembereit. Mintegy 1000 fogyasztónál, lakásban a Kisfaludi utca teljes hosszában, a Vörösmarty és a Szélkálmán utcák egyes szakaszain szünetelt ma több órán keresztül a vízszolgáltatás. Reggel 8:30-kor érkeztek a szakemberek a helyszínre, kiderült, hogy egy 80 mm-es öntött vas mellékvezeték tört el, és egy bekötő vezeték is megsérült, a kiömlő víz az aszfaltot is megemelte.
A hiba elhárítását és a szolgáltatás újraindítását 16 órára ígérte a Vasi Víz. A vízszünet után a környező utcákban elszíneződhet az ivóvíz, de ez nem káros az egészségre, tudta meg híradónk a társaság üzemmérnökség vezetőjétől. Második nyílt napját tartotta az ELTE Szavária Egyetemi Központ ebben a felvételi időszakban. A szombathelyi kampuszon 50 képzést hirdettek meg. A leendő hallgatók február 15-ig nyújthatják be jelentkezésüket. Hatalmas volt az érdeklődés az ELTE szombathelyi kampuszának nyílt napján, bár a járványügyi előírások miatt csak 150 védettségi igazolvánnyal rendelkező érdeklődőt fogadhattak személyesen. Mini edukáció kiállítást tartott az intézmény, aminek keretében teljes körű felvilágosítást kaphattak a jövő hallgatói az itt folyó 50 képzésről, a körülményekről, a felvételi részleteiről. Minden évben próbáljuk újítani, szélesíteni a palettájunkat. Az legnépszerűbb szakunk most úgy látjuk a gazdaságtudományi képzések mellett a pszichológia szak. Jövő évtől pszichológia mesterszakra is tudnak jelentkezni hozzánk az érdeklődők. Varga Lili anyukájával együtt érkezett a nyílt napra, hogy első kézből személyesen kapjon információt választott kampuszáról. Megkérdeztem, hogy milyen helyekre tudok elhelyezkedni a szakmával, és nagyon szimpatikus volt a hallgató is, illetve a szakma is, amit így elmondott róla. A kollégiumok érdekeltek, még arról kaptam betekintést is szóban, úgyhogy szerint nagyon szimpatikus helynek tartom. Nagykanizsán lakunk, onnan jöttünk, és valójában a nagylányomat kísértem el, én is kíváncsi voltam, hogy a körülményekre, meg ugye egyáltalán közösségszervező szakra érdeklődünk, azt nézegetjük, hogy milyen lehetőségek vannak a későbbiekben, úgyhogy ezért jöttünk. A soproni Pap Dávid két osztálytársával együtt szeretne a szombathelyi ELTE-n tanulni. Az informatikai karon belül a programtervező informatikus. Az érdekel, és abból szeretnék több információt megkapni, mert ide szeretnék majd jelentkezni. Az itteni képzésekről és a közösségi programokról felsőbb éves hallgatóktól is kaphattak információt az érdeklődők. A hallgatói önkormányzat harmadéves koordinátora saját tapasztalatait is szívesen elmesélte. Azért választottam a szombathelyi képzést, mivel hogy lakhatásomhoz illően ez volt hozzám legközelebb, illetve ez nyújtotta számomra a legtöbbet. Voltam rengeteg nyílt napon, voltam Pesten is, de sose találtam meg azt az igazán jó hangulatot, meg úgy képzési területet, ami engem tényleg lekötött volna és érdekelt volna, hiszen amint ide beléptem, úgy éreztem, hogy egy ilyen családias, szeretett környezet fogad engem. A Szombathelyi Egyetem 2017-ben csatlakozott a nagy múltú, 1635-től folyamatosan működő ELTE-hez, azóta jelentősen nőtt a hallgatói létszám, most 2100-an tanulnak a Vasi megye székhelyen. Ma már a felsőoktatásban tanulni az egy komoly anyagi megterhelés a családoknak. Össze kell ülni és azt kell mondani, hogy jó, államilag támogatott képzés, oké, de azért mégis mennyibe fog ez nekünk kerülni? Budapesten mennyi egy algére? Vajon bekerülünk Budapesten kollégiumba? Elhangzott, Szombathelyen minden ELTE-snek jut kollégiumi férőhely, a jelentkezéseket február 15-ig kell beadni a felsőoktatási intézményekbe. A Szavária Egyetemi Központ 9-én újabb nyílt napot tart, amely szülői értekezletként is funkcionál. Az egyik legnépszerűbb téli sportág a jéghoki. A szombathelyi Pingvinek Jégkoron Klub az utánpótlás bázis növelése mellett korcsolya oktatással is foglalkozik. Már 4 éves kortól csatlakozhatnak a gyerekek, akik teljesítménykényszer nélkül ismerkedhetnek a sportág alapjaival. Töretlen népszerűségnek örvend a szombathelyi Pingvinek Jégkoron Klub, amely már több mint 3 évtizede van jelen a hoki szakákban. A név kiválasztása sem volt véletlen, hiszen a Vasi Klub megalapításának évében az NHL-ben szereplő Pittsburgh Penguins nyerte a Stanley kupát. Azóta pedig szinte valamennyi korosztályban indítanak a csapatot az erősebbik nem számára, míg a hölgyek mezőnyében újoncként vesznek részt a női U25-ös bajnokságban. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet az Egyesület a korcsolyázás oktatására, valamint az utánpótlás bázis növelésére, fejlesztésére is.
Egészen 4 éves kortól hirdetjük ezt a csoportot, és az óvikoriból is ugyanide csatlakoznak, ugyanide toborzunk gyerekeket. Hétvégi oktatásaink is lesznek, még nem indultak el, de hamarosan, ahogy majd a jégcsarnok átadása megtörténik, akkor lesz saját jégidőnk, és akkor oda tudunk egy barátságos időben, mert most is lehetne, csak ilyen reggel 7:30-8-as időpontot kaptunk, úgyhogy azt nem igazán tudjuk a kisgyerekekkel bevállalni. A szombathelyi pingvinek szakmai stábja utánpótlás neveléssel 2000-ben kezdett foglalkozni, amely a szakedzők fejlődését is biztosítja. Ugyanakkor a legkisebbek számára meghirdetett oktatás elsődleges feladata, hogy a gyerekek megszeressék a korcsolyázást és hozzászokjanak a jeges atmoszférához. Mindezt játékos formában próbálják átadni a trénerek a jövő reménységeinek, akiket motiválhat az a tény is, hogy nincs teljesítménykényszer, mindenkit a saját ritmusában képeznek. Ezzel pedig lehetőséget is kapnak a kis koris palánták, hogy idővel egyszer a legnagyobb pingvinek között is pályára léphessenek. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!